Én ajánlottalak az asszonynak, hogy szerződtessen. Miért? Mert hallottam a filmügyedről a foglyokkal, akiknek a kivégzését filmre vitték. Nem volt az ügy. A filmrendező szépen megkért, legyen szíves a négert állítsa kissé balra, ott jobb a fény és szebb a háttér. Hát én addig tologattam, míg végül jó kis kép kerekedett, aztán ott lőttük agyon. Te, nekem is volt egy filmügyem. Mit csináltál? Több gyanús faluban előszedtem a törzsfőnököt és a legszebb feleségét. Eljátszottam velük Napóleont és Josephine. Palástot telítettünk rájuk, koronát a fejükre, a koronázás végén mesztelenre vetköztettük Napóleont, aztán Josephine az egész falu előtt megkorbácsolta. Lefényképeztük, a kézképet feltűztük a téren egy fára, aki lemeri venni, meghal. Amikor visszafelé jöttünk, mindenütt új törzsfőnököt találtuk. Hol vannak a Napóleonok, kérdeztük. Nem tudják. A fényképek rendben ott a fán, de a fényképeken át volt szúrva a fejük. A fényképen? Is. Megvertünk egy pár gyereket. Aztán elmondták, hogy a valóságban is átszúrták a fejüket. A főnökök bőréből korbácsot csináltak. Azóta azzal verik az asszonyokat. Minden holtöltekor végigverik az összes nőt. A törzsfőnök kezdi, a többi rangsor szerint folytatja. 10 év múlva már nem tudják, hogy miért csinálja. Ebből lesz a vallás. A tudósok majd szépen elmagyarázzák, hogy miért, meg hogyan. Én meg röhögök. Elindulhatnánk. Még nem. Pontosan kell odaérnünk. Mennyi pénzt lehet kiszedni a nőből? Attól függ ki, mennyi szolgálati évet tud bizonyítani. Te mennyit kapsz? Sokat. De a pénzért a nőt is kezelni kell. Hányan leszünk? 24-et vesz fel a nő. Csak? 10-et teszünk tartalékba és segédszolgálatra, a többi harcol a 30 vendég ellen. Ebben a szolgálatban hamar kidöglik az ember. Persze lehet, hogy a nő pont ezt akarja. Miért akarná? Mert az ilyen sohasem az alkalmazott pártját fogja. Ennek a vendége minden. Pedig kár a hadsereggel vacakolni. Ne félj, amíg engem látsz. A nő a kezemben van. Sokat tudok róla. Mire emlékszik? Semmire, uram. Nagyon gyorsan jöttek. Egyszerre csak bennem voltak. Hol dolgozik? Itt a diadalvonalnál. Már megint itt dolgozik? Először vagyok itt, uram. A szállodát bezárták? Most nem szállodát csinálunk. Nem érdekel, hogy mit csinálunk. Legyen szíves eltávolítani az embereket. Parancsoljon, asszonyom. A baleset mindkét áldozata a mi alkalmazottunk. Értem. Mára vártam őket. Földmérnökök. Mit kíván tőlem, asszonyom? Holtestekkel kapcsolatos formaságokat majd elintézem Szák főtanácsos úrral telefonon. Hazaszállításokról személyesen gondoskodom. Semmi akadálya. Őszinte részvétem, asszonyom. Köszönöm a társaság nevében.
Én ajánlottalak az asszonynak, hogy szerződtessen. Miért? Mert hallottam a filmügyelőről, a foglyokkal. Miért? Mert hallottam a filmügyelőről. Fényképek rendben ott a... De a fényképeken át volt szúrva a fej. A törzsfőnök kezdi, a többi rangsor szerint folytatja. 10 év múlva már nem tudják, hogy miért csinálja. 10 év múlva már nem... Gregor őrnagy? Önt nevezem ki parancsnoknak. Megértettem. Tehát ön gróf Albert von Parravicini. Igen, asszonyom, én vagyok. Az ön édesapja 17 éves korában kapta meg a vaskereszt lovak keresztjét. Asszonyom, a mi családunk ilyen. Egyszer megmentettünk egy Habsburgot is. Lehet, hogy hiba volt? Legyen szíves megmondani, hogy milyen társaság szolgálatában állunk, és mi az ön beosztása. Az elhagyott erődöket helyreállító és hasznosító társaság alkalmazottja vagyok. Beosztásom vadász. A társaság célkitűzései? Az egyre csökkenő idegenforgalom fellendítése érdekében speciális szórakozásokat nyújtó kombinát üzemeltetése, a kombinát a diadalvonal elnevezésű elavult erődrendszer felújításával jött létre. Nagyon fontos magának, hogy nálunk dolgozik? Nem értem a kérdést. Ön túl híres nekünk. Nyilván nem ok nélkül. Társaságunk magántársaság. Nem szeretnénk, ha a sajtó túlzottan felfigyelne ránk. Magát nem csak repülőgép eltérítését körözik, magát mindenhol nyilván tartják. Azt hittem, maguknak jó szakemberekre van szükségük. De nem túl jó szakemberekre. Eddig 8 munkahelyem volt. Mindig volt politikai indítékom, és mindig volt kormány, amelyik befogadott. Arra kérem, ne nehezítse meg a munkánkat. Vegye fel az utazási költségeit, és hagyja el az erődöt. Kaprovszki úr, ön nagy hibát követett el. Mire gondol, asszonyom? Tudtommal magával hozta a feleségét. Kint hagytam a városban. Nézze, ha ön itt esetleg meghal, nekem nincs szükségem a közelben egy hisztériás özvegyre. Nem szerzetesnek szerződtem ide. Arról szó sincs. A harc folyamán foglyul ejtett nők kielégíthetik kívánságait.
Azt lehet. Úgyhogy lehet. Nos hát, ez a fiú a kísérleti alanyunk. Én kérdéseket teszek fel magának, a helyes választat, nem történik semmi. Ha nem, akkor maga elforgatja ezt a kapcsolókorongot, és a fiú bűnhődik maga helyett, tessék, foglaljon helyet. Aszerint, hogy meddig forgatja a fiút, különböző erősségű elektromos ütések érik. Minden hibás válasz után fokozzuk a sok erősségét, érti, uram? Hogyne. Most magát sokkolom 50 voltos ütéssel, hogy érzékelje, milyen erősek a fokozatok. Kapcsolja 50-re. Átkapcsolom a fiúra. Tehát az első kérdés. Ki az ország belügyminisztere? Nem tudom. Sokkot neki. Mennyit? 75-öt. Ki a biztonsági tanács soros elnöke? Sokkot neki. Mennyit? 150-öt. Nem kell a pénz, meghalok! Mi történt a hajával, Colter úr? Ez a fénykép tavaly készült, ezen még sötét. Nem tudom. Egyszer csak észrevettem, hogy kimegy a szín a hajamból. Mennyi idő alatt? Egy hét alatt. Az orvosok mit mondanak? Azt kérdezik, hány embert lőttem agyon. És hányat? Nem számoltam. Az emlékező tehetsége jó. Kifogástalan. Köszönöm. Fáradjon az orvoshoz. Hány független ország van Afrikában? 15. Sokkot neki. 200-at. Kikölték meg Kennedyt? Nos? Kikölték meg Kennedyt? Nem kell a pénz! Nem válaszolt. Meg kell bünteni. Belehal. 300-nál még nem hal vele. Kapcsolja le. Nem kapcsolom. Tegye, amit mondok, különben mehet, amerre lát. Én Kongóban sem öltem meg gyerekeket. Menjen a fenébe ezzel a hülyeséggel! Hagyja el a helységet. Fel van véve. Én nem dolgozom magukkal. A fiúnak semmi baja. Végig játszott. Egyetlen ütést sem kapott. És engem miért vesznek fel? A humánum gyakran képes rejtett erőforrásokat megmozgatni. Kérem, jelentkezzen a fegyveréért. Úgy vélem, ez a nyúl csak gyengíteni a csapatunkat. Viszont csinos. És ez vonzza a hölgy vendégeket. Bocsássa meg, uram, hová lesz a séta? Nem a diadalvonalhoz vezet ez az út? Ha megengedi, visszakísérem a kocsijához. Ez az út vezet a diadalvonalhoz? Miért kérdezi ezt tőlem? A rendszám után ítélve ön ide való. Firejti a helyzetemet. Én Stark vagyok. Engem ide várnak. Hívja fel rádion a direktriszt. Stark Tamásos a nagybátyám. Honnan tudja, hogy rádió van? Kitaláltam. Stark Tanácsos a nagybátyám, értse meg! Az unokaöccse vagyok! Halló, itt a 12-es. Jelentsen. Stark Tanácsos unokaöccse van. Hozza be. Értettem. Mehetünk.
Bekísérlek. Mióta dolgozik itt? Fél éve. Van családja? Van két unokám. A fiú 8 éves, a kislány 5 éves. Találkozott idegenekkel az erdőben? Hát olykor eltévedt kirándulókat, de az nagyon veszélyes. Miért? Azért, mert az erdőben a csatatér elektromos árammal van körülvéve. Halló? Halló, itt a 12-es. Halló, itt a 12-es. Kérem a kaput kinyitni. Ne haragudjon rám, uram, de én csak a kötelességemet teljesítem. Semmi baj. Fáj. Öregem, akkor ez a kis kaland túrrázós lesz magának. Anyápickölyök. Üdvözlöm, asszonyom. Ha megengedi, Stark vagyok. Üdvözlöm, uram, én a direktriszt vagyok. Az ön nagybátyja a Stark főtanácsos telefonát. Elfogadom őt ajánlónak. Köszönöm, asszonyom. Parancsoljon, itt kezdje. Bocsánat, nem tudja, hogy merre van errefele a... Csak sorba, fiatalember. Előbb én következem. Jay, ez rettenet. Én hallottam ezt a történetet, de nem akartam elhinni. És a húga? Bezárták egy pincébe. Csak akkor találtunk rá, amikor már egy hete éhen halt. A gyönyörű kis arca tele volt kukacokkal. Most már mehet, fiatalember. Egyébként a nevem Clotilde. Bondi. Igen. Köszönöm. Igen. Uram, a papírjait és a részvételi díjat hoz szabad. Tessék. Ezen kívül az élet és baleset biztosítási kötvényét és a nyilatkozatát kérem. Miféle nyilatkozatot? Amely szerint, ha önt a vadászatokon baleset éri, senkit sem terhel felelősség. Ez van. Itt lehet a kulcsot átvenni. Tessék. Mondja. Igen. Az extra lakosztály miben különbözik a többitől? Többek között abban, hogy ott a különleges igényű vendégeket is kiszolgáljuk. Ez mit jelent? Aranyékszereket és egyéb értéktárgyakat helyezünk el a szobákban, hogy a kleptomániások ellophassák. A piromániások számára a berendezés felgyújtható. Kaphatnék valami prospektust? Bocsánat. Jó nagy bőröngye van. Látja, nekem ez is elég. Lauro. A maga kulcsa hányos? 69-es. Az finom, az nagyon jó. Remélem, jól fognak szórakozni, és hírül viszik barátaiknak intézményünk nagyszerű kezdeményezését. A játék egy hét múlva kezdődik, és 48 óra múltán sziréna szóra fejeződik be. Ha úgy érzik, hogy még a szabályzat elolvasása előtt lennének kérdéseik, tessék, parancsoljanak velem, kérdezzenek. Nevem Sorensen. Kérdésem a következő. Mi amatőrök vagyunk, és ismeretlen terepen fogunk működni. Ugyanakkor az önök alkalmazottai profik hazai pályán. Önök 30-an vannak, az alkalmazottak 14-en. És fegyvereik tűzere is csupán egyharmada az önökének. A harcosok között nők is vannak. Minket hogyan vesznek számításba? Mi a női egyenjogúság mellett állunk. És a történelmi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a nők gyakran elszántabbak, sőt eredményesebbek, mint a férfiak.
A betonerőddel szemben a vadászfegyver nem ér semmit. Kérem. Itt terül el az erődrendszer. Ott a mi szállodánk. De a harc természetesen a terepen folyik, ahol műanyag elemekből állítjuk össze a harchoz szükséges erődöt. Ennek az erődnek minden négyzetméterén golyóáteresztő réteg van. Teljesen esetleges elhelyezésben. Kérem, telefonálni szeretnék. A feleségem a városban van. Természetesen. Bármikor telefonálhat, kivéve a harc idejét. És most szeretném bemutatni önöknek alkalmazottainkat, akik 48 órán át a legvadabb ellenségeik lesznek. Ismerkedjenek meg velük, fogadják őket szeretettel. Az alsó csőbe helyezzük a sörétest, a felső csőbe pedig a golyósat. Így. Ha valaki nem ismerné ezt a fegyvert. Csak 6 golyós lőszert kapnak. Mert a golyós lőszer, kérem, az egy nagyon komoly dolog. Ezzel szemben mindenki kap 100 darab sörétest. Spóroljanak tehát a golyós lőszerrel, lőjenek minél többet a sörétessel. A mi embereink egész időre csak 2 golyós lőszert fognak kapni. Tessék, kérem elkezdeni. Milyen nagy a valószínűsége annak, hogy valaki meghalljon? Számításaink szerint elenyésző, mint egy 5%. De nem titok, a háborúban meg is lehet halni. Többek között ez adja vállalkozásunk őszintességét, igazságát. Nem gondolják, hogy 48 óra nagyon rövid idő? Kicsit kevés? Maga hogy kerül ide? Az apám is harcolt az idegen légióban. De megölték. Állítólag a saját bajtársai. Szeretnék egy kicsit törleszteni. Maga francia? Én magam se tudom. Az apám hol azt mondta az anyámnak, hogy magyar vagyok, hol meg az, hogy zsidó. De mindig azt hajtogatta, hogy nekünk törlesztenünk kell. Hát aztán a végén neki törlesztettek. Az erődrendszer 8 erődből áll. Ezeket bonyolult folyosó rendszer köti össze. Csak ezt a részt építettük át szállodának. Az a rész az eredeti állapotában van. Alatta 10 emelet mélységben víztároló és hadműveleti terem. Odalenn minden kínzó és más szórakoztató eszközt megtalálnak. Ott mindenki felidézheti a hadifogság és a fogolytartás élményeit. Négy teljes. Ami az egyenruhákat illeti, mindenki maga választhat, tetszése szerint. Nos, uraim, megérkeztünk a hadműveleti terem tetejére. Ott arra, 1,5 kilométerre állítjuk fel az ostromlandó erődöt. Attól 700 méterre lesz az ostromlók harcálláspontja, és a győztes majd idehozza fogjait. Asszonyom, én furcsálom ezt az egyenruhával kapcsolatos elképzelést. Bár csak azért vagyok itt, mert szeretném magamon kipróbálni a háború pszichológiáját, de egy kicsit nevetségesnek tartom, hogy mindenki olyan egyenruhával szaladgál, amilyet választ. Nincs igaza, uram. Mi önkéntesen jöttünk ide. 48 órás háborút viselünk, ez számunkra csak izgalmas szórakozás.
Éppen ezért minden eszközt igénybe vehetünk, amely növelheti a lelkesedést. A zsoldosok egyenruhája egységes, de a mi öltözetünk viszi bele az ügybe a nacionalista, a költői elemet. Én azért választottam a német egyenruhát, mert nekem erről sok szép emlékem van. Ezek a díszegyenruhák teljesen megnehezítik a terepen a mozgást. Amennyit vesztünk a kúszás hatékonyságából, annyit nyerünk lelkesedésben. A katona nehezebben kúszik, de lelkesebben. Bajtársak, javaslom, hogy ezt választjuk indulónak, hiszen egyetlen csapat se lehet meg induló nélkül. Mondja maga opera énekes? Az voltam, amíg nem örököltem 20 milliót. Megítélésem szerint az opera egy undorító, irracionális, konvencionális baromság. Én, mint az önök megválasztott parancsnoka, azért rendeztem ezt a ma esti kábítószerpartit, hogy a tudatuk mélyéről felhozzam mindazt, amit eddig eltitkoltak, mert az élet-halál harc előtt tudnunk kell, kitől mire számíthatunk. A feleségem a városban ül a hotelban, s vár minket. Magadról beszélj. El akarok menni a háromszögtől. Milyen háromszögtől? A nagy háromszög. A Bermudák, Bahama és Jamaica három csúcsa. A hajók elsüllyednek, a repülők lezuhannak. Igen, hallottam már erről a területről. Azt mondják, vulkanikus vagy mágneses. Én jártam ott, Sorensen úr, egy kis jachttal. A középpontjában találtam egy lányt, majdnem megfulladt, kivettem, és hazavittem. Nem emlékezett semmire, nem tudta, hogy került a tengerbe. Elneveztem Mimózának, aztán megtanult beszélni. Tanulékony volt, tudni akart mindent. Éjszakánként kiszökött a parkba, és mesztelenül táncolt. Folytassa. Az emberi agy érdekelte meg a történelem. Kristály is lehetett benne. Bár nagyon sokat dolgozik. Anyád nem nyugtalankodik miattatok? Nyugtalankodik, de erre van szüksége. Ha nem izgulhatna értünk, unalmában öngyilkos lenne. Na, gyerünk aludni. Holnap elég nagy lesz a strapa, és ezt a hülye történetet is a fáradtság miatt találta ki apám. Jól van, menjetek. Folytassuk. Bunyin kisasszony, mit látsz? Mindig ott állok a céllövőd előtt. Tudod, a piros bódé előtt, ahol az a sovány férfi kiabálja, hogy menjek közelebb. Nem lehet már tovább halogatni. Oda megyek és célba lövök. Lékutyára, szarvasokra, falon húzott medvékre. De nem elég. Mondom a férfinak, hozzanak élő állatot. Piros szemű fehér nyulat, őzett szarvas medvét. Elefántot is hoznak. Mindet eltalálom. De nem elég. Hozzanak halott embert. Arra lövök célba. Aztán élő ember kell. Szép fiatal férfi. Barna a szeme, pislog, a homlokára célzok, szépen lejj, nem mozdul többet, a homlokájuk van. Menj aludni, holnap szükség lesz az energiádra. És most olyan ember kell, akinek puskája van. Egyszerre lövünk, és érzem, hogy eltalált. Jó éjszakát.
Tékobajtás. Mit tudsz mondani? Aki megveti önmagát, még mindig tiszteli saját magában azt, aki megveti őt. Maga hogy kerül ide? Ketten vagyunk, én és az ikertestvérem. Amikor pár nappal ezelőtt megtudtam, hogy el akarnak rabolni, idejöttem, hogy amíg itt vagyok, rabolják el helyettem az öcsémet. Ügyes vagy, Stéko. Megteszek helyettesenni. Nem akarom. Miért? Helyettesnek lenni annyit jelent, mintha az embernek a falábát vágná le a vonat. Tulajdonképpen örülnie kellene neki, de... Akkor legyél részlegparancsnok. Részlegparancsnoknak lenni annyit jelent, mintha az embernek a műfogsorát vernék ki. Tulajdonképpen... Hát akkor eredj a fenébe aludni. Jó éjszakát! Hány halottra számít? Kedves Jane, ahol lőnek, ott halottak is vannak. Boldognak látszik. Miért ne lenni? Végül is engem választottak meg parancsnak. Menjen aludni. Mindenki fáradt, maga is. Hányos a szobája? 13-as. Egy fél óra múlva. Nos, uraim, van még kérdés? Rendben van. Értem én, hogy nem lőhetem őket agyon nyakra főre, de az én bőröm is drágas, ezek lőni fognak. Kezdj csókolom. Öltözünk, kérem. Úgy szorosabbra. 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 Föl, 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 föl. Húzza meg. Húzza meg. Magyi. Értse meg, kérem, a sok halott rossz reklám. És a hatóságokkal is bonyolultabbá teszi a kapcsolatunkat. A társaság döntése szerint egy halott kívánatos, mert ezt teszi drámaival az élményt. És két halott még elviselhető, mert ennyit a hatóságok is elfogadnak. És ki legyen a halott? Mikor? És milyen körülmények között? Nagyon okos kérdés. Az események kiszámíthatatlanok, de előnyös lenne, ha azok esnének el, akik erre a legalkalmasabbak, úgy, mint a filmekben. Például, akiknek szomorú a szemük, vagy magányosak. És haláluk bár tragikus, de elfogadható. Vagy akik valami bűnt követtek el, és miután meghalnak, az erkölcsi megnyugvás a néző számára. A mi vendégeink közül Jane látszik alkalmasnak. Jane, magányos, szerencsétlen. Vagy Lauro, agresszív. Személyes indulatok fűtik ellenünk. Vagy nem láthatnánk esetleg a kijelöltek fényképét? Természetes. Uraim, ezeken a vendégeken kívül karra és lábra lőni. Hússebeket akarok. Semmi nyomorék, semmi kártérítés. Következmények nélküli sérülés, nagy, megmaradó sepphelyel, ez a kívánatos. Ez a szép, örök emlék. Jó napot! Üdvözlöm!
Hát akkor... Szorszoljunk. Rendben. Én dobom fel a pénzt. Fej. Nyert. Ön választ. Az erőd. Nem nagyon előzékeny, uram. A mi szakmánkban nem fizetődik ki az előzékenység. Adjanak le egy elemet! A golyó áteresztő felületet akarja ellenőrizni? Rendben van. Nagyon bizalmatlan. Miért bízzam az ellenségben? Vannak szabályai. Háborúban a szabályokat felszokták rúgni. A mi háborunk azért ideális, mert nem rúgjuk fel a szabályokat. Pedig, ha bizonyos engedményeket tenne... Nem értem, Sorensen úr. Ha jól tudom, önök játszani jöttek ide. Nyerni jöttünk, Gregor úr. Minden lehetőségük megvan rá. Szóval nem tárgyalhatunk? Most nem, uram. Majd a játszma után. Ha életben maradunk. Nem szeretnék a kezébe kerülni, Gregor. Alázatosan jelentem, a harcoló egység felsorakozott. Még egyszer. Karra, lábra lőni és inkább megijeszteni, mint rögtön megsebesíteni. Világos? Jó. Aztán vigyázz magadra. Kérem az órák egyeztetését. 14 óra, 15 perc. A részlegek a fenyvesen át, álcázva mennek egészen az erőd előtti árokig. Ott rejtőznek. És pontosan 15 órakor bekapcsoljuk a magnókat, hogy szóljon a harci zene, és erőteljesen kiáltozva, teljes erőből rohamozunk! Tegnap este megbeszéltük, hogy ha mi leszünk a támadók, megvárjuk az éjjelt, és bekerítjük az erődöt. Ha nyíltan támadunk, óriási lesz a veszteségünk. Önök engem választottak meg parancsnoknak. Enyém a teljes felelősség. De most az egyszer utoljára megindoklom a döntésemet. Az ellenség csak egyre nem számít. Arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen hősiesen támadunk. A történelmi tapasztalatok bizonyítják, hogy a hirtelen, meglepetésszerű támadás mindig ellenállhatatlan. Bajtársaim, gondolják csak végig. A zsoldosoknak csak két golyójuk van, és a sörét 40 méteren túl nem ér semmit. És a váratlanság, a meglepetés, óriási energiaforrás. Bajtársak, most szórodjunk szét, és pontosan 15 órakor támadunk. Végeztem!
Szeretnék túl lenni rajta. Miért jöttél ide? Már mindent kipróbáltam, untam magam. Ilyen még nem volt. Voltál már katona? Nem. Hogy úsztam meg? Az apám felmentetett. Te voltál? Én igen. Hol? Algériában. Akkor miért jöttél ide? Mert már nagyon hiányzott. Melletted maradhatok? Persze. Félsz? Most már igen. Maradj fekve, amikor elindulunk. Nem akarok gyáva lenni. Legyél csak nyugodtan. 10 másodpercig nyomd az arcodat a fűbe, aztán ugor fel, és fussál oldalt. Te hol leszel? Én előre megyek. És ha eltalálnak? Engem nem szoktak. A tenyerem is ott mutat. A sorsvonalon fölmegy egészen a mutató ujjamig. Nézd meg az enyémet. Ez itt az életvonal, nem? Ez az. Elég hosszú. Rakta! Mi van velük? Lehet, hogy meghaltak. Melyik részleg vonult vissza először? Nagyon erős tüzet kaptunk, és az embereim nem elég képzettek. Nem érdekel! Álljon oda! Meg kell az ilyet korbácsolni. Ki a helyettese? Steiner bajtárs. Steiner! Maga is álljon oda! Álljanak meg! Hátra arc! Én, mint a harcoló alakulat parancsnoka, gyáva magatartásuk miatt önöket halálra ítélem! Maga viccel. Csak nem képzeli. Én nem erre fizettem be, maga megőrült Sorensen. Nem vitatkozunk! Az ítéletet én magam hajtom végre! Tényleg megőrült. Én gondoltam arra, hogy meghalhatok, de nem ilyen hülyén. Engem vár a családom, a gyerekem, a feleségem. Mit fogok nekik mondani? Sorensen, maga jogtalanságot akar elkövetni. Megváltoztatta a támadási tervet, megzavarta az emberek fejét. Nincs joga senkit felelősségre vonni. Inkább beszéljük meg a tapasztalatokat, és mindenek előtt nézzük meg, mi történt a bajtársainkkal. Gyáva kutyák vagytok! Tudod egyáltalán mi az, hogy bátor vagy gyáva? Nagy marhák voltunk, hogy téged választottunk.
Tedd le azt a puskát, mert baj lesz! Imádkozzatok! Mielőtt meghaltok! Ne! Segítség! Kegyelem! Ne! Kegyelmezzetek! Kegyelem! Segítsetek! Gazember! Így jár mindenki, aki gyáva és áruló, előre, zenét! Előre, utánam, előre, gyávák, előre, előre! Befejezzük. Ezt sajnos nem tehetjük. Önök meghatározott időre kötelezték magukat. De nem akarunk tovább játszani! Megtehetik, hogy megadják magukat, de ezzel borzalmas szenvedéseket kockáztatnak. Nem tudunk, nem áll jogunkban tanácsot adni. Támadjanak, vagy védekezzenek. Vége! Ez bizony meghalt. Bajtársak, kérek jelentkezőket, akik megkeresik eltűnt társainkat. Indulhatnak. Bajtársak, mindnyáján hallották. Nincs lehetőség a harc befejezésére, folytatnunk kell. Ezt mi is tudjuk. Van egy javaslatom. Ha egyet értenek, válasszanak meg engem parancsnoknak. Mondja el! Hősiesség, dicsőség elavult fogalma. A háborúban csak az eredmény fontos. Hagyja abba! Ha csak ezt tudja mondani, hagyja abba! Átmeneti veszteség után győzelmet ígérek. Csak azt kérem, hallgassák meg a tervemet, és azután döntsenek, hogy követnek-e vagy sem. Jézus Mária! Azonnal be kell kötözni! Úristen, az arca! Hiszen elvérzi! Nézzétek az arca! Gyorsan kötözzék be, segítsen! Nyugalom, bajtárs! Nyugalom! Ne veszítsük el a fejünket! Jézusom, kötözzétek az arcot! Úristen! Megsebesült a lábát, de szerencsétlenül esett, és egy farunk szétzúzta a fejét. Meghalt. Köszönöm, bajtársak, a szolgálatot. Meg fogjuk bosszulni. Köszönöm. Bajtársak, a túlerővel vagy a nagyon képzett hadsereggel szemben egyetlen módszer hatásos. A partizán háború. Ez legalább olyan jogos, mint bármilyen más módszer. Ne politizáljunk. Nem politizálok. Ez ma a hadviselés nagyon is hétköznapi formája. Tervem a következő. Négy emberünk eltűnik a terepen. A többiek támadnak, természetesen óvatosan, nem sokat kockáztatva. Többször is támadunk, és visszavonulunk. Utána megadjuk magunkat. Amikor bevisznek bennünket a régi erődbe, a partizánok utánunk szivárognak, és amikor belünk lesznek elfoglalva, akkor váratlanul rajtuk ütnek. És mi lenne, ha itt maradnánk, és csendben kivárnánk, amíg az idő letelik? A szabályzat előírja, hogy a védők az első 24 óra után kijöhetnek az erődből, és akkor játszva legyőznek. Elég nagy a terep, hogy elmenekülhessünk előre. Nem tudunk elmenekülni. A
kerítésben áram van. És ezt a 3 négyzetkilométert ők jobban ismerik. Én jelentkezem partizánnak. Én is. Én is. Én is. La 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 Most mindenki pihenjen. Az éjszaka még a miénk. Szeretnék már otthon lenni. Minek jött ide? Azt mondták, itt lehet, hogy megerőszakolják az embert. Ebben még lehet része. Tulajdonképpen ez az egész borzasztó. Mit csinált a ruham alatt? Ott feküdtem, ahova maga visszalökött és remegtem. Szorenzen őrült volt. Miért? Ez a Dobrovszky talán sokkal különb. Mindegyik meg akarja mutatni, hogy milyen zseniális hadvezér, az embereivel meg egyik se törődik. Hát, ha tudom, hogy itt is ez a rohadt hierarchia van, hogy parancsnok, meg közkatona, el se jövök. Ki volt közületek Vietnámban? Én. Partizánok ellen harcoltál? Zöldsapkás voltam. Akkor te vezetted az akciót. Van reményünk, Lauro? Mit tudom én. Nekem már elment a kedvem ettől az egésztől. Más az elképzelve, és más a valóságban. Ha mi győzünk, akkor is megerőszakoltathatom magamat? Még nem voltam ilyen helyzetben, de gondolom igen. Fegyverrel minden elérhető. A terepen minden radart és ipari tévékészüléket szét kell verni, nehogy a központ követni tudja az akciót. Jane, nyugodj meg, hagyd itt, gyere velem! Szerettem. Bűn volt őt választani parancsnoknak. Bíztam a tervében. Azt reméltem, hogy meghalok. Előmentem, ordítottam. El kellett volna, hogy találjanak. Ez a Jane is veszélyes. Láttam Sorensen bemenni éjjel a szobájába. A szeretője volt. Jó lenne őt is lefegyverezni. Ez nem őrült, csak egy kicsit humanista. Ismerem. Ápolónő volt Afrikában a felkelők mellett. Az egész családját elvitték, de ő nem beszélt. Hogy kerül ide? Nekem azt mondta, hogy meg akar halni. De az öngyilkossághoz gyáva. Én tudtam, hogy Edwin nem alkalmas a vezetésre. Együtt éltem vele. Mikor? 5 évvel ezelőtt. De elhagyott. A beteges hatalom vágya miatt. Már gyerekkorában elhatározta, hogy miniszterelnök vagy pártvezér lesz. De még a képviselőségig sem vitt. Hiába volt pénz, minden választáson megbukott. Akkor megismerkedett egy nagy reklámiroda tulajdonos nőjével. Engem ott hagyott. A nő vezette a választási kampányát, de minden választáson megint megbukott. Annyira vágyott a hatalomra, hogy az már menekült előle. Biztosan azért jött ide, hogy hát ha itt. Amikor megláttam, vissza akartam fordulni, de már befizettem a pénzt, és gondoltam, hogy végigcsinálom. És különben is otthon nem bírtam elviselni, hogy nem történik velem semmi.
Persze ez itt... Ez sem az igazi. De mégiscsak jobb, mint otthon várni, hogy elraboljanak. Bridzselni. Égessük el, ne feküdjön úgy itt, mint egy kutya. Nem lehet. A tüzet észreveszik, és különben is a holttestet nem szabad megsemmisíteni. A hatóságok előtt igazolni kell, hogy baleset történt. Menjünk és feküdjünk rá. Te az A/R 2-es négyzetbe mész. A négyzetben 3 tévékamera van, széttöröd őket. Igyekezz, mielőtt a főerő megadná magát, meg kell csinálni, különben rájönnek. A hölgyeket erre kérem. Hölgyeim, önökre roppant fontos taktikai feladat vár. Elkerülése véget. Felszólítjuk önöket! Adják meg magukat! Kezüket magasan a fejük fölé téve lépjenek elő! Egyvereiket dobják el! Ki lemarad, azt agyonlövöm! Ha jól tudom, mi hadifoglyok vagyunk. Ránk is vonatkozik a genfi konvenció. Ez a jó édes anyádra vonatkozik, nem rá? Mozgás! Szedd a lábad! Na, gyerünk! Mozgás, mozgás! Indulj! Mozgás! Gyerünk, gyerünk! Gyorsabban! Futás! Nyima! Mozgás! Gyorsabban! Mozgás! Mozgás!
Ne lozsálj, te! Hát a lába! Gyerünk! Gyorsabban, gyorsabban, gyerünk! Hozok! Gyorsabban! Ne aludj! Ne maradj el! Indulj! Gyorsabban! Gyerünk, gyorsabban! Gyorsabban, gyerünk! Asszonyom, győztünk! Kérünk bebocsátást az erődbe! Gyerünk, gyorsabban! Gyerünk jobbra! Na, mozgás jobbra! Gyerünk, mozgás jobbra! Aló? 14-es. 14-es. Elindult a második felvonás. Elindult a második felvonás. Milyen tisztelt hölgyeim? Igen. Állj nyugodtan, mert kapsz egy pofont. Igen. 8-a hiányoznak. Ez a szám egy kicsit magas. Szerinted hány halottatok? Nem tudom. Jane kimaradt. Mi bajod? Jane kimaradt a nagyfánál. Elfáradt, leült, még a roham előtt. Úristen, mi lesz vele? A pofádnak behozzuk. Hol van Sorensen a parancsnok? Meghalt. Értem. És a többi? A többi is meghalt? Igen. Tehát hol vannak? Nem tudom. Albert, 3 emberreddel kimész és megnézed, hol vannak. 4 nőt viszel túsznak magaddal. Ha megtámadnak, lelövítek őket. Te maradj!
a 11-es, a 11-es. Három halottat találtunk, az egyik Sorensen. Jó reggel, gyermekem. Kicsoda maga? A megváltó. Eredj innen, te baron! Miként, te állat! Hölgyem, segítenie kell. Ugyanis nem stimmel a létszám. Néhány úr hiányzik. Meghaltak, hogy elmenekültek? Na, gondolkodj csak egy picit. Amikor meg akartuk adni magunkat, és a központból azt üzenték, hogy nem lehet, mindenki kétségbe esett. Néhányan pénzt ajánlottak fel, hogy elmehessenek. Várj, csak nem értem pontosan, mit mondtál. Ismételd meg? Tudod, hányas az én számom? Nem. Én vagyok a 11-es. A 11-es. Mindenki kétségbe esett. Néhányan pénzt ajánlottak fel, hogy elmehessenek. Add ki a hangot a többieknek. Hogy érintkeztetek a központra? Rá. Aztán jött egy helikopter. Nem láttunk ezt a helikoptert. De egy másik. A kerítésnél szállt. A helikopter mit terült? Nem. Elment, aztán később visszajött és kiszálltak belőle. Kik? Nem is lehet őket. Férfiak? Igen, két férfi. És? Az egyik visszament a helikopterhez. A gép felszállt, körözött. Sokban tartott minket. Hazudsz. Nem hiszed el, miért kérdezel? Folytasd. A másik, aki lemaradt, bekötötte a négy férfi szemét, és elvezette őket. Nem tudom hová, de gondolom el a teretről. Hazudsz, Jane, személyben belül hazudsz. Vége. Elég volt a hazudazásból. Elég volt! Hagyjátok abba! Hagyjátok meg magatokat! Fel a kezekkel! Feküdj hasra! Folytasd a beszélgetést, mint ami sem történt volna. A 11-es, a 11-es. Folytatjuk a kutatást. Felállni! Ki a parancsnok? Ki a parancsnok? Jó. Aki más csinál, mint amit mondok, meghal. Béka ügetés a medence körül! Indulj! Még egyszer mondom. Béka ügetés a medence körül! Gyerünk! Gyerünk, mozgás! Mozgás! Gyerünk! Ne aludj! Gyerünk, gyerünk! 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 Gyorsabban! Hazasod, gyerünk, gyerünk! Hányszor mondjam még? Gyorsabban! Gyerünk! Gyorsabban! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Állj! Kezeket a tarkóra! A nők álljanak ki, a többiek menjenek hátra! Gyerünk, gyerünk! Homlokot a rácshoz! Álljanak oda a 30-an aluljak! Jöjjenek ide a 40 fölöttiek! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Azok! Tehát maguk a 40 fölöttiek. Rendben van. Fussanak még egy kört! Gyerünk! Utásak, puskám! Maguk mind a hárman voltak katonák? Nem, én nem voltam. Fogja. A kettő közül egyet lőjön agyon. Kit fog agyon lőni? Senkit.
És most kit fog agyonlőni? Magamat. Na jól van, adja ide. Tehát maradtak maguk ketten. Maguk közül az egyik a parancsnok. Melyik? Lője le. Azt mondtam, hogy lőjön rá. Nem tehetem. Ha 5 másodpercen belül nem lő, megölöm. Egy. Kettő. Most maga lőjön. Egy golyó van benne. Szóval, maga a parancsnok. Mondja, a 4 ember tényleg abba hagyta a játékot? Maga is hallotta. Miért engedte? Nagyon megijedtek. Végül ez mégiscsak játék. Szeretném, hogyha megmondaná az igazat. A hálót! Húzzátok! Engedjétek fenéki! Gyerünk! Húzzátok fel! Még most mi beszélsz? Most te következel. Állat. Kitört a nyakát. Hm.
testvérem, én csak a lábára lőttem. Adjátok meg magatokat, disznó! Na gyerünk! Be vagytok kerítve. Az ellenállásnak semmi értelme. Ha ellenálltok, belelövök a parancsnokba. Na, izgulás! Gyerünk! El a kezekkel, azt mondtam! Te is! Gyerünk előre! Halk az egy-kettő! Gyerünk! Na, gyerünk! Na, gyerünk! Gyerünk, mozgás! Mozgás! Te is! Sorsabb vagy, mozgás! Mozgás! Győztünk. Köszönöm a hősies magatartást. Mindent el fogunk követni, hogy megbosszoljuk hősi halottainkat. Elsősorban a szegény Bondi bajtársunk fiát. Első teendőnk ennek az aljas gyilkosságnak a megtorlása. Kérek egy száraz ruhát. Ügyész úr, most kihallgathatok. Gyere ide. Hány ember töltél meg életedben? Nem kell pontosan, elég a nagyságrend. Tízes, százas, ezres? 62-t. Mit mondott a fiú, amikor lelőtted? Jajgatott. Hiába a szakma, a szakma. Egy hivatásosnak mindig jó a memóriája. Persze, hogy emlékszem. Fejre fizetnek is mindenki jajgat. Mit gondolsz, mi lesz veled? Meg fognak kínozni. Tévedsz, ki fognak végezni. Nem kérsz kegyelmet? De igen. A fiú apjától kérd! Bocsásson meg, kérem! Bocsásson meg! Bajtársak, statáriális bíróságot alakítunk. Kérek jelentkezőket. Kérem, fáradjanak ide. Murkéta, mondja meg, miért lőtt el az ifja Bondit, aki az apja védelmére kelt. Kérem, a világon mindenhol rálőnek a hadifoglyokra, ha az az őreire támad. És mit csinálnak azzal az őrrel, aki agyonlőtte a hadifoglyot, és később ő maga válik hadifoglyá? Nem tudom. Megmondom magának. Kivégzik. Kérem, ez lehetetlen. Ehhez nincs joguk. Maga mit szokott csinálni a hadifoglyokkal? Elengedem őket. Na ne vicceljen, Gregor. Maga volt az egyik legvérengzőbb fehér Afrikában. Ennek ellenére nem lövetem agyon. Kotiltól 25-öt fog kapni. Megértette? Meg. De az Isten irgalmazzon magának, ha még egyszer a kezembe kerül. Nem fogok, Gregor. Most derült ki, hogy nem is olyan jó katonák maguk. Az ilyen, mint maga, apámnál a lengyel légióban még őrvezető sem lehetett volna. Van családja? Három gyermekem van. Mekkorák? Lányok. A legidősebb 9, a középső 7, a legkisebb 5. Miért csinálja? Valamiből élni kell. Ne közelítsünk érzelmi alapon. Ha Hitlernek történetesen 15 gyereke lett volna, akkor is a halálos ítéletre szavaznék. Egy ilyen aljas gyilkosságnak halál a büntetése, függetlenül attól, hogy a gyilkosnak hány gyereke, vagy milyen színű szeme van. Szavazzunk. Helyes. Szavazzunk. Én a halálbüntetés kiszabását javaslom. Aki egyetért velem, tartsa fel a kezét.
Tehát hárma mellette, ketten ellene. Forgópisztolyuk. Az ítéletet magam hajtom végre. A felelősség egyedül az enyém. Gyerünk. Tiltakozom! Tiltakozom! Vadifogoly vagyok, rám is vonatkozik a Genfi konvenció. Jó édes anyádra vonatkozik, de nem rád. Ha jól emlékszem, pontosan maguk voltak azok, akik pár órával ezelőtt kijelentették, hogy semmi közük a Genfi konvencióhoz. Maga teljesen feleslegesen gyilkolt. Magát ki kell írtani. Gyerünk. Tiltakozom. Tiltakozom. Kegyelem! Kegyelem! Hozzátok. Vigyétek. Bajtársa, pontosan 21 óra. Kint sötét van. De reggel kimegyünk, és egy kicsit megtornáztatjuk a foglyokat. Igen, de addig is választunk ki valakit a foglyok közül is. Csináljuk vele végig azt a műsort, amit ők csináltak volna velünk, akkor, ha győznek. Nekem már az egész undorító. Azt hittem, hogy izgalmas ez, de már nem bírom gyomorral. Ennél még az is jobb, ha a zsoldosok győznek. Maga mazohista, Lauró bajtárs. Nem, bajtárs. Csak tudja, nem szeretem, ha védteleneket kínoznak. Maga szeretné, ha magát is kínozná? Úgy látszik, számomra még elfogadhatóbb a szenvedés, mint a kínzás. Nem! Én azért jöttem ide, hogy végre velem is történjen valami. Mert odahaza nem történik semmi, csak ez a rohadt állóvíz, amiben folyton zabálunk, meg kérődzünk. Most az egyszer hadd csináljak valamit végig. Itt most már láttam mindenféle borzalmakat, de ilyet a moziban is láthatok. Most az egyszer hadd történjen velem is valami! Éva, édes... Még mindig nem kapta meg a magáét. Esetleg csináljunk a maga kedvéért egy világháborút? Szerintem hagyjuk abba a játékot. Minden lehetséges változatot végigjátszottunk. Támadtunk, visszavonultunk. Voltunk győztesek is, vesztesek is. Kínoztak minket, kínoztunk mi is. Meggyilkoltak egyet közülünk. Kivégeztük a gyilkost. Mi marad még hátra? Azt javaslom, vegyük fel a kapcsolatot a társaság képviselőjével. Fejezzük be ünnepélyesen a háborút, temessük el a halottakat, aztán menjünk haza. Te úgy beszélsz, mintha nem az életedért harcoltál volna. No, te viszont kezded kicsit
túl komolyan venni ezt a játékot. Tehát, vannak közöttünk szadisták, vannak mazohisták. A szadisták kínozni akarnak, a mazohisták szenvedni. Nem lehetne mind a két csoportot kielégíteni. Hat fegyvertelen zsoldosan maradjanak itt a szadisták. A mazohisták pedig menjenek ki a megmaradt zsoldosokkal a telepre. Adják át a fegyvereiket, és szenvedjenek. Jól be kell zárni az ajtót, nehogy a többiek visszatérjenek. Mi pedig holnap kettőkor találkozunk. Ezek szerint maga is szadista? Nem, én nem vagyok szadista, én álmos vagyok. Remélem, akad itt annyi hely, hogy egy kicsit kihaludjam magam. Elegem van. Fáradt vagyok, piszkos vagyok, éhes vagyok. Szavazzunk, bajtársak. Egy, befejezzük a játékot. Kettő, a szadisták benn maradnak, a mazokisták kimennek a terepre. Három, megsemmisítjük a foglyokat. A szavazás eredménye a következő. 19-en szavaztak arra, hogy befejezzük a játékot. Na! Hála Istennek! Halló! Halló! Itt a hadműveleti terem. Itt az igazgatónő, ki beszél? A játékosok parancsnoka, Dobrovszky. Mit óhajt? Győztünk. Gratulálok. Abba szeretnénk hagyni a játékot. Miért? A játékosok többsége unja magát. Nem talál szórakozást a zsoldosok kínzásában. Próbálkozzanak új ötletekkel. Nem óhajtunk új ötleteket. Győztesként és nem kényszerből kérjük önöket, tegyék lehetővé számunkra a játék befejezését. Gregor? Fogságba esett. Legyen szíves a készülékhez küldeni. Itt van mellettem. Asszonyom? Kérem, Gregor, a vendégek be akarják fejezni a játékot. Mi a vélemény erről a rendhagyó kívánságról? Önök döntenek, asszonyom. Köszönöm, ezt vártam magától. Kérem a vendégek parancsnokát. Igen, itt Dobrovszky. A játékidő terjedelem vállalkozásunk egyik legszilárdabb pontja. Sajnos egyetlen másodpercet sem engedhetünk belőle. Halló. Halló. Ha nem sikerül most azonnal abbahagyni a játékot, attól tartok, baj lesz az önökről terjesztett pozitív információkkal. Ha valóban nincs jobb ötletük, találnak a gyógyszeres szekrényben azonnal ható altatót. A viszontlátásra, és még egyszer gratulálok. Halló. Halló. Halló! Állj a falhoz! Megvagytok őrülve? Mit akartok? Ez a gyávák sorsa. Mit akarsz csinálni? Egy kicsit eljátszadozunk a foglyokkal, tanulják meg, milyenek vagyunk. Most én mondom, ne kerüljetek a kezembe. Hát legkorábban csak holnap délután kerülünk a kezembe. Mert addig szépen aludni fogsz. És veled a többi humanista. Csuk be szemed, nyisd ki szád. Teljesen hülye vagy. Fogd be a pofád, mert belédereztek egyet. Idd meg az altatót. Na gyerünk! De hiszen én is a folytatásra szavaztam. Ne hazudj! Idd meg te is! Gyerünk! Ez a csaj is gyáva. Vedd el a puskáját.
nem akarom elvenni a kedveteket. De ha bármi tisztóságot csináltok, a barátaink a világ végén is megtalálnak benneteket. Nem félünk tőlük. Ha nem hagyjátok abba, nem hiszem, hogy 2 hónapnál tovább életben maradtok. Nem hagyjuk abba. A színházat meg kell rendezni. Jöjjön fel az Ősz és Albert. Na gyerünk! Gyerünk! Gladiátort játszunk velük. Aki győz, az életben marad. Aki veszít, azt agyonlőjük. Na gyerünk! Gyerünk! Vegyétek le a bilincseket. Úgy, vetközzetek le, le a trikókat. Hozzátok a tőröket és 2 kendőt. Úgy. Itt vannak a magnók. Így. Mindegyik magnóból más-más zene szól. Ebből tudjátok meg, hogy ki hol áll. Hogyha a tekercs végéig egyikőtök sem győz, akkor mind a kettőtöket lelövünk. Nagy! Gyerek, meg nem játszom tovább! Hülyeség. Unom. Itt a pezsgő. Tessék a pezsgő. Parancsoljanak. Itt a pezsgő, fiúk. Tessék. Maga is. Akasszuk fel őket. Ne vicceljen. Nem lehet. Tessék, maga is. De miért? Győztünk. Bosszot állunk rajtuk. Felakasszuk őket. Nem igaz, Bondi? Nem, nem kell. Az előbb még te is benne voltál. Na gyerünk, gyerünk, igyatok ti is pezsgőt. Gyere, tessék, igyál. Úgy. Gyere. Gyere, gyere, igyekezz. Fáradt vagyok. A fiam nem támad fel attól, ha felakasztjuk őket. Bogárkámnak. Nem szabad bántani a bátyuskádat.
Nem baj, hagyd tapossa. Azért, fiú. Nagyon sok a halott. Megengedhetetlenül sok a halott. A harcban csak egy ember esett el. A többiért nem tudom vállalni a felelősséget. Látja, a legpontosabb matematikai számítás is felborulhat egyetlen őrültön, ha annak fegyver van a kezében. Blondi már megint sírógörcsöt kapott. Tegnap egész jól bírta, még nevetett is. Mindjárt kap injekciót. A feleségétől fél. Kínos pillanatai lesznek. Majd megnyugszik. Persze, hogy megnyugszik. Szerintem jövőre a feleségével jön ide. Üdvözlöm a győzőt. Külön köszönetet mondok a humánus bánásmódért, amelyben alkalmazottainkat részesített. Ami Murkétát illeti. Ismerem a tényállást. Murkéta elhamarkodottan lőtt. Helyesen járt el, amikor... Asszonyom, egy úr kíván önnel beszélni. Azonnal. Kérem, bocsássanak meg. Kisasszony, hallom, jó ötletei vannak. Ezt a gladiátor játékot, ha megengedi, bevesszük a szabályzatba. Boldog vagyok. Bocsásson meg. Asszonyom, kortállamügyész vagyok. A központi vizsgálóbíró a közrendet, a biztonságot és a társadalom békéjét veszélyeztető sorozatos bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatási parancsot adott ki az elhagyott erődöket helyreállító és hasznosító társaság elnevezés alatt működő bejegyzett szék felelős vezetői, alkalmazottai és munkatársai ellen. Kérem, engedje meg, hogy eligazítsam a vendégeim. Már kiadtam az utasítást, ők is bejönnek a szállodába. Tud erről az akcióról Stark főtanácsos? Mindenki tud róla, asszonyom, aki illetékes. De milyen indokkal? Ebben a dosszéban bőséges anyag áll, ami indokolja az önök letartóztatását. Önöket egyenként hallgatjuk ki. Kérem, diktálják be adataikat és lakcímüket az ügyeletes tisztnek. Kérem. Én szeretnék feljelentést tenni a társaság ellen. Az egyik alkalmazottjuk, a fiam... Ugyan, de amikor maga idejött, tudta, hogy ez előfordulhat. Aláírta a nyilatkozatot. Mindannyian együtt érzünk magával, de amit csinál, nem tartom tisztességesnek. Jelenteni akarok. Ügyész úr, ez az ember volt a vendégek parancsnoka, és meggyilkolt egyik munkatársamat. Harc közben történt. Nem igaz. Nézzék meg a halottat. Odát fekszik. Teljesen közelről, hátulról lőtték agyon. Egy kis türelmüket kérem. Ott fekszik.
Parancsolja meg az embereinek, hogy adják át a fegyvereket, különben agyonlövöm. Látja, Stagg úr? Érhetik önt is meglepetések. Ján, maga velem marad. Igenis, asszonyom. Gregor a vendégekről gondoskodik. Mehetünk, uraim. Hát, totyogj! Gyere te is! Adják át a fegyvereiket. Kezeket fel! Hölgyeim és uraim, azt hiszem, ez a kis kaland méltó befejezése izgalmas játékunknak. Természetesen a hatóságokkal mindent tisztázni fogunk, de a zaklatások elkerülése véget azt ajánlom, hogy most búcsúzzunk el egymástól. Megtiltom, hogy elmenjenek! Menjenek nyugodtan. Kérem szépen, távozzanak. Addig mi szóval tartjuk az urakat. Tegye le a kezét. És ne izgassa magát feleslegesen. Én itt az államot képviselem. Biztos maga abban, hogy holnap ez az állam nem a mi elveinket fogja képviselni? Gyerünk gyorsan az autókhoz! Gyerünk, gyerünk! Gyorsan! Gyerünk! Gyorsan, gyorsabban! Gyerünk, gyerünk! Viszlát! Halló! Mondja, mikor lesz a legközelebbi futam? Futam? Aha. Remek humora van, kis asszony, értesíteni fogjuk. Köszönöm. Halló! Tessék! De okvetlen. Nagyon fogunk örülni. Feltétlenül eljövünk. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyorsan, gyorsan! Mindenki az autókhoz! Jöjjön csak utánam. Hova? Ne törődjön semmivel, kövessen! Stagg úr, nem értem az ön szerepét. Mi az ön nagybátyjával, Stagg tanácsos úrral nem ebben egyeztünk meg. Stagg tanácsos úr nem a nagybátyám. De biztosíthatom, hogy egyetért az akciónkkal. Nem tűrhetünk az országunk területén semmiféle háborút. Még egy kis mini magánháborút sem. Tudja maga, mennyit költenek a világon háborús célokra? Évi 400 milliárdot. Nos, az én játékom csupán... Beteges és ártalmas. Miért? Mert azoknak, akik a jólétüket már nem tudják elviselni, lehetőséget adunk arra, hogy egy kicsit szenvedjenek? Asszonyom! A vendégek rendben eltávoztak. Felszólítom önöket, adják át a fegyverüket. Természetesen. Hiszen csak játék volt. Jól van, jó. Köszönöm, asszony. Nyugalom, Ján. Héja, itt Héja. Veszem az adást. A 32-es kilométerkőnél álljanak meg. Az egész alakulat álljon meg a 32-es kilométerkőnél. Vettem az adást. Értettem. Vége.
Üdvözöllek, kérlek, mit jelent ez? A hadügyminisztérium utasítás, hogy mi kíséri tovább őket, parancsolja itt a telex. És most mit csinál? Váljanak ki! Az a parancs, hogy a rendőrség vonuljon vissza a laktanyára. Téged pedig arra kér a főügyészség, hogy még a mai napon számolj be, hogy mit végeztél. Santos őrnagy vagyok. Örvendek. Jöjjön. Viszontlátásra. Indulatok kérlek. Lassan mi is indulhatunk. Hová visz? Sajnos, asszonyom, meg kell, hogy mondjam. 10 perce van még hátra. Nem értem. Az életből van még 10 perce hátra. Meg akarnak ölni? Így is lehet mondani. Azt a parancsot kaptam, hogy élve nem lépheti át a város határát. De hát miért? Parancsot sosem szoktak indokolni. A társaság meg fog védeni. A társaság már régen lemondott magáról. Tegnap a hadügyminisztérium visszavásárolta az erődöt. Tehát én önöknek is a rendelkezésére állnék. Asszonyom, aki egyfajta dolgot hosszabb ideig csinál, belecsontosodik. Új feladatokhoz, lényegi változásokhoz sajnos új emberekre van szükség. Ez nem igaz. Rosszul járnak, ha megölnek. Mondják meg, mire van szükségük, és én bármit megcsinálok. Értem. Ezen kívül hány zsoldos tudna még mozgósítani? Legalább 200-at. Maga szerint hajlandók lennének az állam szolgálatába állni? Rábeszélem őket. A hadügyminisztérium 7-es különleges ügyosztályának az állományába kerülnek. Mi lesz a feladatom? A hadügyminisztérium egy speciális kommandó alakulatot akar itt kiképezni. Magát és a zsoldosokat átvesszük a hadsereg állományába. Ön századosi rangba szervezőnek. A zsoldosokat főadnagyi rangba kiképzőknek. Rendben van. Végül is a kezében vagyok. Én leszek a kiképzőtábor parancsnoka. Ha a zsoldosok közül valaki vonakodik, átadjuk az ügyészségnek. A gyilkosságot itt keményen büntetik. A zsoldosokat csak bízza rám. Rendben, ma maga lesz az egyik helyettesem. Köszönöm, őrnagy úr. Ne köszönjön semmit. Kiváló szervezőnek tartom. Hogy hívják a zsoldosok parancsnokát? Gregor őrnagy. Milyen nemzetiségű? A mai naptól kezdve az önök országának hű fia. Értem. Mehetünk, asszony. Mondja, ez a Jan. Ez a Dobrovszky. Ez is a társaság embere volt? A legjobb és a leghűségesebb uram.